Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország. Hiszek az álmomban egy életen át. Magyarország, te vagy a szívembe írva, Magyarország. Te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segítsd. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Egy-két perccel jött a végzetes hír, és akkor megkondultak a harangok. Előbb Pesten, majd ahogy villámgyorsan szétfutott a hír, egymás után mindenfelé az országban. A magyarok két óra hosszat tartó harangozással temették múltjukat és jövőjüket. Budapest percek alatt feketébe öltözött. Perceken belül fekete gyászlobogók lengtek mindenütt. Az ablakokban fekete drapériák. Az utcák fekete gyászruhákkal teltek meg. Emberek, asszonyok, férfiak, gyerekek mentek az utcán, hatagzó könnyekkel, nem egyszer hangosan zokogva. Emberek rázták az öklüket az ég felé, hangosan átkozódva. Az oktogon sarkán egy rokkant katona letépte zubbonyát, és könnyökbe levágott csonka karját mutatva, örjönkbe kiabálta. Hát ezért az utcákon ismeretlen, egymás soha nem látott emberek borultak egymás nyakába. A terekpadjain zokogókat vettek körül vigasztaló emberek. És az állandó és szakadatlan harangzúgásban rohant bele a gyászba és kétségbeesésbe ezer pesti rikkancs. Rendkívüli kiadás. A lapok gyászkeretben mindenki mohón olvasta, amit úgy is tudott. Mindenkiben fellángolt a tehetetlen düh. Csoportokban vezércikkeket olvastak fel hangosan. A múzeum téren elkezdték a himnuszt énekelni, és a harangok kongtak, kongtak, szakadatlanul, szinte elviselhetetlenül. A templomok gyorsan megteltek síró emberekkel, hisz a kétségbeesés mélyén mindjárt Istenbe próbáltunk kapaszkodni. Papok mentek föl a szószékre, megkísérelni a lehetetlent, vigasztalni ott, ahol nem volt vigasztalás. A vidéken ugyanez volt a kép. Harangkongás, gyász és kétségbeesés mindenütt. Tizennégy éves, negyedik kis gimnazista voltam akkoriban. 10 órakor növénytanóra kezdődött, és Kovács Demjén tanár úr, magas, szikár alakja, pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a katedrára, beírt az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fővel merett maga elé egy hosszú percig. És akkor megkondultak a harangok. Kovács Demjén tanár úr oda ment a térképtartóhoz, kivette a térképet, amelynek felső sarkában akkor még ez a név állt. A Magyar Szent Korona országainak politikai térképe. És felakasztotta a térképálványra, és mindezt egyetlen szó nélkül, aztán megállt előtte, kissé oldalt, hogy ne takarjál előlünk, és nézte olyan arccal, olyan leírhatatlan lágy kifejezéssel, amit mi még sohasem láttunk, száraz és örökké szigorú arcán. Mi halálos csendben néztük a térképet, és az előtte álló szürkülőhajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére, és a kívülőbe haladszó harangzúgás által még inkább kimélyített csendbe,
inkább magának, mint nekünk, ennyit mondott. Konszumátum est, beteljesedett. 54-en voltunk, 54-14 éves magyar fiú. A Golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra, és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok. Nagy Magyarország keresztrefeszítésének napja volt, 1920. június 4-e, péntek. Bár lenne a hangom, tiszta és éles, mint intőcsengőké. A tiétek zavaros, mint mocsarak habja. Ti leborultatok az ércbálvány előtt. Döntsön az erőszak, s döntött az erőszak. Mi jogotok beszélni többé? Nekem van rá jogom. Ti elhánytátok a kiáltást, mint bolond a fegyverét. Nem kiálthattok már. Én elkiálthatom. Ó, igazság, te egyetlen kiáltás, egyetlen fegyver, Jerikó trombitája. Szólj! Falak, omoljatok hangjaitól! Gerincek, borzadjatok! Európában és Amerikában, mert borzasztó az igazság a gerincekben. Mit érnek a ma épített falak körülöttem? Ott borzad az igazság a kövekben. Ott ég a hegyekben, árad a vizekben. Ó, tiszta, éles trombita, zeng! Ne hallgass sohase! Egy napig se, egy óráig se, egy pillanatig se! Mint ahogy nem hallgat a fájás az idegben, míg megvan a betegség. Nem hallgat a vonzás a kőben, hogy természetes irányban essék. Nem hallgat a madár, míg fészkébe nem tér. Nem hallgat a folyó, míg tengerbe nem ér. Nem hallgat a szél, míg él. Nekem van rá jogom, én elkiálthatom, igazság. Ti eldobtátok ezt a szót, mint bolond a fegyverét, szegény testvéreim. S csak gyenge izmotok maradt, csak puszta kezetek mesztelen, mely bilincsbe verve, ha üt, csak önmagát ütheti esztelen. Sem lázadni nem tud, sem meghajolni az érzbálvány előtt igazán. De hát az érzbálvány hazája lettél-e hazám? Van-e reményed abban, a sötét utakban? Nem, csak a napban, mely éget a kövön és ragyog a patakban. Ti azt mondtátok, döntsön az erőszak, s hangotok zavart most, mint mocsarak habja. De én azt mondom, dönt majd az erős nap, kitárom tiszta szavamat a napra. Ti eldobtátok a trombitát, de a trombita zeng tovább. Zeng, nem a ti kezetekben, hanem a vízben, a hegyekben, Erdélyben, felvidéken, az égen, s bennem. Én sosem mondtam, dönt majd az erőszak. Most mondhatom, nem, nem. június 4-én a Versailles melletti Nagy Trianon palotában aláírták az első világháborút, Magyarország számára lezáró békediktátumot, amelynek értelmében a vesztős központi hatalmak oldalán résztvevő magyar királyság területének mintegy kétharmadát elcsatolták. Az okmány szentesítette az osztrák-magyar monarchia szétesését, valamint az ezer éves fennállását, alig negyed századdal korábban ünneplő történelmi Magyarország felbomlását. A trianoni békedöntéssel a magyar királyság Horvátország nélküli területe harmadára csökkent. Az elcsatolt területekkel együtt több mint 3 millió honfitársunk került határainkon kívülre, szorult ki a nemzet összetartó erejéből. A telekiféle vörös térkép bizonyítja, hogy az elcsatolt területek között színmagyar területek is kerültek határainkon túlra. A békediktátum aláírásának napján az üzletek és iskolák zárva maradtak, a magyar parlament gyászülést tartott, az újságok gyászkerettel jelentek meg, és az ország lakossága 100 000-es tüntetésekkel fejezte ki tiltakozását a békedöntéssel szemben. A békeszerződés aláírásáról így írt egy korabeli tudósító. A budapesti templomokban megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borongós, őszies levegőben tova hömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették. Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, a kincses Kolozsvárt, a rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot, és a többit mind felnevelt, kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat.
Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert. A város és az ország némán, méltóság teljesen, de komordaccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egy egész Budapest a gyásznap hatása alatt állott. Kissetek harangok, siessetek csatába, Isten tornyából szálljatok a szegény föld sarába. Segíts harang dörögni, nyelved így megmarad, most majd ágyú dörgi el imádságodat. Ne kissetek harangok, siessetek csatába, Isten tornyába szálljatok a szegény föld sarába. Segíts harang dörögni, nyelved így megmarad, most majd ágyú dörgi el imádságodat. Templom lett az égbolt, csaták tere benne, a szabadság oltáránál ágyuk térdepelnek. Templom lett az égbolt, csaták tere benne, a szabadság oltáránál ágyuk térdepelnek. Nem lesz üres a tornyod, ne félj, harang, ne félj! Szívünk ott fenn dobban, egy még szebb tornyodért. Szabadság lesz a tornyod, ne félj, harang, ne félj! Add hát kölcsön nyelved, dörgéssel beszélj! Nem lesz üres a tornyod, ne félj, harang, ne félj! Szívünk ott fenn dobban, egy még szebb tornyodért. Szabadság lesz a tornyod, ne félj, harang, ne félj! Adj kölcsön nyelved, dörgéssel beszélj! Azt a hazát, merről a szózat zeng, el nem veheti senki. Meg nem csonkíthatja senki. Az visszavonhatatlanul hozzánk tartozik. Magunkban hordozzuk éppen annyira, mint ahogy ő hordoz bennünket. Általa is benne vagyunk, s ha ő nem volna, mi sem lennénk többé. Ez az a föld, amelyhez annyi szent nevet egy ezred év csatolt, ahol számunkra a szabadság zászlóit hordozták. Ezen a földön nem fog az erőszak. Ha egyszer hazánk volt, örökre az marad. Még magunktól sem mondhatunk le róla, mert akkor magunkról mondanánk le. Ezért kell híveknek lennünk hozzá rendületlenül. Kívüle valóban nincs számunkra hely. Ez a haza egységes és oszthatatlan. Őseink emléke, szabadságunk megszokása, jogaink méltósága, kultúránk hagyománya, nagy költőink szava, mind benne van, és vele értődik. Ennek a hazának integráns része a szózat is. Nélkül a csonka lenne a szellemi ország, s nem lenne többé magyar a magyar. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon-e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sorskeze, itt élned halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatol. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Rabigát hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák vére zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. S annyi bal szerencse közt, oly sok visszáj után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, és
Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást, elszomorodnom néha emiatt, ez az elmúlás. Ebből vagyok, meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak, megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre, így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mert sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogan, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van, a sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínjei meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román. Kavarog a szívben, mely a múltnak már adósa, szelíd jövővel. Mai magyarok, én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelens jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és ez nem is kevés. Kell még egy szó, mielőtt mennék, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész vissza vár, nézd rám és lásd, csillagokra lépsz, nézd rám tova tűnt. Szenvedés, hol a fák az égi élnek, ott megérint a fény. Tudod jól, hogy hova mész, de végül hazatérsz. Szállj, szállj, sólyom szárnyám, három hegyen túl. Szállj, nagyon szépen köszönjük a 8. B-osztálynak ezt a megrendítő műsort ezen a mai napon. 95 évvel ezelőtt írták alá azt a szégyenletes békeszerződést, amit Magyarország számára egy tragédiát hozott, és hát egy nemzeti gyásznap
volt ez, illetve a mai napig is bizonyos mértékben gyászolunk. De azt azért tudomásul kell venni, hogy rá 10-15 évre egy olyan gazdasági fejlődést indult el azon a csonka Magyarországon, amit itt a Kárpát-medencében nem láttak még. Felnőtt egy olyan nemzedék, amelyeknek például olyan vezetői voltak, mint Klebelsberg Kuno, aki megreformálta a magyar oktatást, és a szerte ebben a kis hazában olyan iskolarendszert hozott létre, amiből 13 Nobel-díjas nőtt ki a 20. században. Mindig kérdezik azt, hogy hogy lehet, hogy Magyarország a 8. helyen áll az olimpiai rangsorban. Egy kis ország 10 millió emberrel, hogy lehet, hogy megelőz óriási nagy országokat. És hát mindig elfelejtik, hogy ez egy kis ország, de egy nagy nemzet. A nemzet szövedéke sokkal nagyobb annál, amit ők elvárnak, vagy elvártak azok a hatalmak tőlünk, hogy milyenek legyünk. És ez a nemzet szövedéke, ez átnyúlik a határon túl, összeköt minket, és itt a Duna partján az 1000 éves Magyarország még mindig virágzik. Mai napig is olyan törekvések vannak, és szerencsére, és ahogy láttátok, itt bajoskodtak a gyertyákkal egy kicsit, azt a lángot azért nagyon, nagyon kell őrizni. Tehát az nagyon hamar elfújja bármilyen kis szél, bármilyen mozdulat, de azt a lángot őrizni kell. Átnyúlik a határon túl, és hogy aki részese volt a csíksomlyói csodának, most is volt egy csoportunk, akik ott voltak, hát százezrekben lehetett mérni az emberi tömeget, és ezek mind a magyar jövőért imádkoztak.